Tisztelt Országgyűlés, a kérdésekre rendelt 120 perces időkeret után Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló, kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Magyarország sohasem volt multikulturális társadalom címmel. A kérdése a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Balogh Zoltán miniszter úr kérésére Rétvári Bence államtitkár úr fog majd válaszolni. Ritter Imre szószóló urat illeti a szó. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, warunga nie multikulturelle Gesellschaft, tisztelt miniszterelnök úr, Magyarország sohasem volt még multikulturális társadalom. Miniszterelnök úrnak a 2015. május 19-én Strasbourgban elmondott beszédeiben elhangzott néhány mondat, vagy mondatrész, illetve a sajtóban ezekkel kapcsolatban megjelent tudósítások aggodalmat keltettek a Magyarországon élő nemzetiségek körében. Ilyen mondatok voltak, mert mi sohasem voltunk multikulturális társadalom, mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország egy homogén ország kultúrájában, gondolkodásmódjában, civilizációs szokásaiban meglehetősen homogén képet mutat. Szerintünk ez egy érték, nem is szeretnénk ezt feláldozni. Meg akarjuk őrizni Magyarországot Magyarországnak. Tisztelt miniszterelnök úr, Magyarország népességének mintegy 10%-a ami ma is nemzetiségek alkotják. A Magyar Tudományos Akadémia nyilatkozata szerint Magyarország Közép-Európa része, amely régiót semmi sem jellemez jobban, mint a jól szervezett, kulturális identitásukhoz ragaszkodó kisebbségek jelenléte. A kulturális sokszínűség ezen felül érték, amely állami védelemben részesül nem csak a Magyarországon jelenleg hatályos nemzetiségi törvény, hanem több különböző nemzetközi szerződés alapján is. Aki ezt tagadja, az a kisebbségi közösségek elismerését, a kisebbségi közösségekhez tartozó és azok fontosságának tudatában élő embereknek a politikai közösséghez való tartozását vonja kétségbe. Tisztelt miniszterelnök úr, hisszük, hogy a magyar politika az erőszakos magyarosítással egyszer és mindenkorra szakított. Tisztában vagyok vele, hogy az úgymond szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok, félmondatok sokszor téves következtetésre adnak lehetőséget. Ezért arra kérem miniszterelnök urat, hogy válaszában fejtse ki az idézett mondatokkal, a multikulturalizmussal, a homogén és magyar társadalommal kapcsolatos világos álláspontját. Válaszát előre is megköszönve, Danke für Ihre Antwort. Köszönöm szépen. A válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt szószóló úr, tisztelt ház. Valamelyest a válasz elejét megadta ön is a kérdésében. Hiszen azt mondta, hogy úgy kell ezeket a mondatokat értékelni, hogyha teljes szöveg összefüggésében nézzük. És valóban meg kell különböztetni a sok nemzetiségű kifejezést a multikulturálistól. Míg sok nemzetiség él ma is Magyarországon, itt a parlamentben is most már láthatók, hiszen 2014 óta az új alaptörvény értelmében már a szószólójuk is itt lehetnek a parlamentben. Magyarországon, ahogy az alaptörvényünk is leírja, a magyar nemzet szerves részei azok a nemzetiségek, akik köztünk élnek, államalkotó tényezők is. Ezzel szemben a multikulturalizmus, mint kifejezés, különböző civilizációból érkező embereknek a találkozására szolgál, így használták Nyugat-Európában is, így használjuk Közép-Európában is, akkor tehát egy teljesen másfajta helyzetről van szó, nem egy több száz év alatt kialakult együttélés, egymással jó viszonyban való közös létnek a kérdésével állunk szemben, hanem teljesen más muzulmán távoli országok és az európai keresztény gyökerű társadalmaknak a találkozásával állunk szembe, vagy állnak szembe még inkább nyugat-európai országok sok esetben. Hadd idézzem akkor miniszterelnök úrnak a szavait június 3-áról. Magyarországnak sok nemzetiségű gyökérzete és kulturális háttere van, de ez nem multikulturalizmus. A multikulturalizmus a különböző civilizációs hátterű emberek együttélését, az iszlám, az ázsiai vallások és a kereszténység együttélését jelenti. Az alaptörvény nemzeti hitvallása úgy fogalmaz, amelyet itt a Fidesz-KDNP elfogadott a parlamentben jó pár évvel ezelőtt, kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Így tehát mindazok a nemzetiségek, akik itt is képviseltetik magukat a parlamentben szószólói szinten, ugyanúgy a magyar nemzet szerves részei. Így fogadtuk el 2011. decemberében a nemzetiségek jogairól szóló törvényt,
január 19-ét például egy másik döntéssel, a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánítottuk, és fontos döntéssel a szószorúknak is a parlamentben helyet adtunk. Arról nem is beszélve, hogy a nemzetiségi területnek a támogatását 2015-ben 51,4%-kal emeltük. Köszönöm szépen!